ugyanis a következőkben meg fogunk nézni egy bejátszót, nagyjából másfél percre megvágtuk, ez egy 7 perces anyag eredetileg. Egy amerikai szenátor, egész pontosan egy Richard H. Black nevezetű Virginia állambeli volt szenátor beszél, aki egyébként vietnámi veterán, tehát az amerikai fogalmak szerint ő ugye háborús hős, a nemzet hőse, és amit most itt meg fogunk hallgatni, amiből egy részletet meg fogunk hallgatni, ezt még a nyáron mondta el, körülbelül fél évvel ezelőtt. Na, akkor figyeljenek erősen. The United States and NATO, we do not care how many Ukrainians die. Az Amerikai Egyesült Államokban és a NATO-ban minket nem érdekel, hány ukrán katona hal meg. Sem a civilek, sem a nők, sem a gyerekek, sem a katonák nem érdekelnek minket. Ez egy nagyszerű foci meccs lett. Tudod, nekik van egy csapatuk, nekünk is van egy csapatunk. Mi akarunk több pontot elérni, és nem érdekel minket, hány játékosunk nyomorodik meg a játéktéren. A lényeg, hogy mi nyerjünk. Mi fantasztikus mennyiségű fegyvert szállítunk, és ezzel a Raytheon részvényei, amely rakétákat gyárt, a Northrop Grumman, amely repülőket és rakétákat is gyárt, és az összes ilyen védelmi iparági szereplőt rendkívül felhízlalták az adódollárokkal. If you look at the way that this unfolded. De ha megnézed, hogyan alakult ki ez az egész, Putyin elnök kétségbe esett erőfeszítést tett arra, hogy elkerülje a háborút. 2021. decemberében elment addig, hogy részletes, írásos előterjesztést adott a NATO-nak, egy béketervet, hogy elkerülje azt, ami bekövetkezett. Mert ekkor Ukrajna már mozgósította a haderejét, hogy megtámadja a Donbaszt. És ő megpróbálta megelőzni ezt, nem akart háborút. És a NATO csak figyelmen kívül hagyta. Sosem vette komolyan, sosem tárgyalt róla komolyan. Ebben a pillanatban Putyin látva azt, hogy a felfegyverzett ukránok felvonultak a határa, hogy orosz katonákat öljenek, úgy döntött, hogy neki kell először támadnia. Látható, hogy ez nem egy előre megtervezett támadás volt. Nem gondolom, hogy Ukrajnának bármi beleszólása lenne abba, hogy béke legyen vagy háború. A döntés joga a békéről vagy háborúról Washingtonban van. Amíg mi azt akarjuk, hogy a háború folytatódjon, az ukránokat proxyként felhasználva háborúzunk, és mi az utolsó ukrán haláláig harcolni fogunk.